Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! A Bátaszéki Agrárlogisztikai Központban tartottak gazdafórumot, aminek során elsősorban a műtrágya felhasználással kapcsolatos kérdések kerültek szóba. Bozsolik Róbert, a település polgármestere azt mondta, hogy az Agrárlogisztikai Központ volt az első vállalkozás a helyi ipari övezetben, amelyik felismerte a település földrajzi adottságaiban rejlő lehetőségeket. A tisztességes piaci magatartás az agráriumban nagyon fontos tényező, mondta Dávid Tamás, a Bátaszéki Agrárlogisztikai Központ vezetője. Ennek megfelelően, miután a térség meghatározó ágazata a mezőgazdaság, időről időre fontos minden partner számára az aktuális kérdések megvitatása a sikeres gazdálkodás érdekében. Ezúttal a műtrágya piac alakulásáról esett szó. A termelőknek joguk van tudni azt, hogy a műtrágyák árainak irányai azok lefele vagy felmenő mutatót vesznek. A műtrágya árak egyébként egy nagyon, nagyon nehéz piac, akár hónapon belül az árak lefelmozoghatnak, és mivel a műtrágya igény a szántóföldi növénytermesztő költségvetésének 30%-át teszi ki hektáronként, így nagyon nem mindegy, hogy mikor döntenek. Mi szeretnénk azt, hogyha jó döntést hoznának, ebbe segítségükre nyújtunk, illetve segítségére vagyunk a termelőknek, nem csak a Tolna megyei, hanem az egész ország termelőinek, azzal, hogy egy egyedülálló logisztikai központtal rendelkezünk itt Bátaszéken, ahol az árukat megfelelő minőségbe tároljuk ömlesztve, frissen felcsomagoljuk nekik, és a felhasználáskor szállítjuk nekik címre, így biztonságban érezhetik magukat, hiszen ők is egy különálló gazdasági egység. Egy gazdasági egység az egy üzemként kell működjön, és az üzem egyik fontos eleme az a műtrágya rendelkezésre állása. A termelőknek az igényei, illetve a növénytermesztésben használatos kultúráknak a féleségei azok változhatnak. A termőhelyi adottságok műtrágya tartalma, foszfor-káli tartalma is változik évek alatt, ezért alakulnak ki tendenciák, ezeket a tendenciákat mi a gyártó fele tudjuk jelezni, és azonnal gyakorlatilag fél éven belül egy új termékkel tudunk a rendelkezésükre állni. Az Agrárlogisztikai Központ létrejötte az első állomása volt a Bátaszékre tervezett gazdasági fejlesztésnek. A most létrejövő ipari park már részben ennek az egységnek egyfajta folyamánya. Ennek a folyamatnak köszönhető, hogy rövidesen gyümölcsfeldolgozó is épül az új ipari övezetben. Az információ ma már a legfontosabb kincs, azt lehet mondani. Mi mindent el is követtünk annak érdekében, hogy ebben az információ átadásba bekapcsolódjunk. A város folyamatosan gazdafórumot tartott az elmúlt esztendőben. Az elmúlt időszakban sikerült megvásárolni, illetve visszaszerezni azokat a külterületi földutakat, erre gazdákkal együttműködési megállapodást kötni ennek a fenntartására. Ezeken a fórumokon az Agrárkamara és különböző vállalkozások adtak információt a mezőgazdaság aktuális támogatási lehetőségéről, helyzetéről. Ezek nagyon-nagyon fontos események voltak, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy megkezdődött a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások fejlődése is Bátaszéken. A település számára ez a telephely korábban is nagy jelentőséggel bírt, de egy új funkcióval, mint agrárlogisztikai központ, egy új előrelépést tudtunk a város fejlődésében ezzel is tenni. Nagyon örülünk, hogy ez a cégcsoport megtalált bennünket, és hogy ezt a lehetőséget itt biztosítja a mezőgazdasági vállalkozások számára. Nagyon bízom benne, hogy ez egy fejlődésnek az első lépése, hiszen ráépülve újabb mezőgazdasági vállalkozások, feldolgozók létesülhetnek Bátaszéken. Ennek az első jelei már mutatkoznak is, hiszen a bátaszéki jelenleg épülő ipari parkban egyrészt a város épít egy agrárlogisztikai központot, másrészt már megállapodás van egy gyümölcsfeldolgozó megépítésére is, mint helyszín. Bízom benne, hogy ezek a közeljövőben meg tudnak valósulni, és úgy gondolom, hogy ez Bátaszék számára, mint egy mezőgazdasági jellegű település számára egy újabb kitörési pontot jelenthet. A Tolna megye délnyugati része, ahol most is vagyunk, a Sárközi régió, ez egy elég kukoricás övezet, egy intenzív növény a kukorica, sok műtrágyázást igényel, úgyhogy azt gondolom, hogy optimális a bátaszéki telephely, olyan szempontból is, hogy az M6-os autópálya 1 kilométerre van tőlünk, a vízi úszályozás baja 25 kilométerre van,
tehát az áruk mozgatása szempontjából is a legkényelmesebb számunkra is és számukra is. Én azt gondolom, hogy a városipari park kialakításának első lépése mi voltunk 2018. júniusában, és azóta a Bátaszék bevezető úton sorra létesülnek az ipari területek, és ugye itt egy gyümölcs feldolgozó fog épülni. Én azt gondolom, hogy egymás segítségére is lehetünk az új létesítménynek, mind logisztikai szempontból, mind szállítási szempontból, és azt gondolom, hogy Bátaszék városának és állampolgárainak is egy munkahely lehetőséget biztosít. A bátaszéki önkormányzat az elmúlt 5 esztendőben közel 85 millió forinttal támogatta a Város Sport Egyesületén keresztül a profi sportot és a helyi civil szervezeteket. A fejlesztés következő szakasza az a műfüves labdarúgó pálya megépítése, melynek előkészítő munkálatai már megkezdődtek. Az elmúlt önkormányzati ciklusban Bátaszék kiemelten kezelte a sportügyét. Jelentkezett ez az intézményi infrastruktúra fejlesztésben és a BSE egyesületi támogatásában egyaránt. A fejlesztés legújabb eleme az a műfüves pálya, mely a versenysport és a tömegsport céljait is szolgálja majd. Előre meghatározott terv szerint a Bátaszéki Sportegyesülettel együttműködve a Bátaszéki Vice János sportpálya felújítását is folytattuk. TAU támogatások igénybevételével egyrészt az Egyesület megpályázott bizonyos feladatokat, melyet az önkormányzat biztosította minden esztendőben az önerőt. Emellett ugye a városi sportcsarnok felújítását ütemezetten elvégeztük az elmúlt időszakban, sőt a városi sportuszoda működtetését és korszerűsítését is elvégeztük. Támogattuk a tömegsportrendezvényeket, illetve hát kiemelt szervezetként támogattuk a Bátaszéki Sportegyesületet. Így összességében azt lehet elmondani, hogy támogatás, működés és fejlesztési támogatás címen mintegy 85 millió forint került biztosításra a Bátaszéki Sportegyesületen keresztül a sportéletbe. Emellett természetesen a TAU támogatás igénybevételére is sor került, ez is körülbelül egy 85 millió forintnyi összeg. Így azt lehet mondani, hogy az elmúlt 5 esztendőben tényleg kiemelten foglalkoztunk ezzel a dologgal. A sportcélú beruházások közül a legnagyobb volumenű a nagyméretű műfüves pálya megépítése. Ez a város mintegy 35 millió forint önerőt biztosított a saját költségvetéséből. A többi az a vállalkozók által befizetett társasági adó támogatásból kerül finanszírozásra. Reményeink szerint egy jó másfél hónap múlva már igénybe tudják venni a létesítményt a sportolók, illetve bárki, aki a labdarúgás, illetve a sportéletet szereti. Körülbelül 3 évvel ezelőtt döntöttük el azt, hogy a feltételek javítása érdekében egy műfüves pálya megépítésére és működtetésére feltétlen szükség lenne. 2 évben is benyújtottunk a létesítmény megvalósításához pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mind a 2 esztendőben jóvá hagyta az MLS ezt a támogatást. A támogatás mértéke mintegy 83 millió forint, amit társasági adó befizetésekből a vállalkozóktól sikerült a Bátaszéki Sportegyesületnek a számlájára megszerezni, és hát az önerő mintegy 30%-a a bekerülési költségnek, ugye a pálya mintegy 116 millió forintos forrásból fog megvalósulni, a fennmaradó mintegy 35 millió forintot a város saját költségvetéséből biztosítja. A város sportéletében jelentős állomás a pálya megépítése. Nyilván a bátaszéki labdarúgók lesznek az első számú felhasználói, de én nagyon bízom abba, hogy az önkormányzat majd lehetőséget ad, és mint pedagógus nem tudok kibújni a bőrömből, és az önkormányzat lehetőséget ad majd arra, hogy esetleg az oktatási intézmények is megfelelő módon tudják ezt használni, illetve civil csoportosulások is, és jöhessenek, bérelhessék a pályát, illetve mozogjanak rajta. Egyre kevesebb gyerek van, én azt gondolom, hogy minden szakosztály érdeke az, legyen az labdarúgó, karate, kosárlabda, úszás, hogy minél jobb infrastruktúrális feltételeket teremtsen meg a sportolók számára. Nem csak az a probléma, hogy kevés a gyerek, hanem a gyerekeket egyre nehezebb megmozdítani, tehát egyre vonzóbb körülményeket kell adnunk, illetve lehetőséget biztosítanunk a srácok számára. Egyre komolyabb ingerekkel kell előjöjjünk, hogy kimozdítsuk őket a mindenféle eszközök, tévé és az zárt ajtók mögül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem csak a labdarúgóknak, hanem
hanem az összes sportért felelős embernek az érdeke, hogy a fiatalokat valami miatt meg tudjuk fogni, és ez egy nagyon jó eszköze lehet ennek. A fejlesztések sora ezzel nem fejeződik, bemondta Nagy Ákos. A jövő egyik kiemelt terve a nemzetközi szintű karate szakosztály külön intézménybe költöztetése. Ez elmondható, hogy a BSE és az önkormányzat kapcsolatából egy nagyon fontos infrastruktúrális fejlesztés valósult meg az utóbbi években, hiszen a sportcsarnokunk is jelentősen megújult. Egy remek úszodába, egy nagyon komfortos úszodába tudnak úszni az úszóink, tehát ott is folyamatosan ugye fejlesztések vannak pályázatok, illetve beruházások révén, és hát ugye a karatésokról nem feledkezhetünk meg, itt is akár egy infrastruktúrális fejlesztés előtt állhatunk, ami egy létesítményfejlesztéssel valósulhat meg majd a karatésok számára, ami idővel lehetővé teheti azt, hogy a karate szakosztály kivonul, ha nem is 100%-ban, de nagyrészt kivonul a sportcsarnokból, és a saját differenciált munkáját, szakmai munkáját tudja majd folytatni egy külsős helyszínen. A most épülő műfüves pálya várhatóan még a tél beállta előtt várja majd a sportolni vágyókat. A bátaszéki tűzoltóságnak már saját nyílt napja van, amikor rendezvény szervezőként közelítenek az irántuk kiemelt érdeklődést tanúsító gyerekek felé. A helyszín maga a helyi parancsnokság épülete volt, ahol szokványos aszfaltrajzverseny keretében fejezték ki gondolataikat az óvisok és a kisiskolások a tűzoltók munkájáról. A rajzolni szerető és jól is tudó bátaszéki kisgyerekeknek gyakori témája a tűzoltóság, maga a tűzoltó, az eszközök, esetek bemutatása. Mindezt most nem a rajzolán vagy a szakkörben mutathatták meg, hanem az aszfalton, a bátaszéki hivatásos tűzoltóság épülete előtti utcán. Mert hogy túl azon, hogy most is, mint a tűzoltóság napján szokás, megismerkedhettek az óvisok és az alsó tagozatosok a nagy tűzoltóautóval, benne is persze az épületben található berendezésekkel is. Most azonban egy roppant motiváló feladatot is kaptak, készítsenek egy szép nagy aszfalt rajzot arról, mit is gondolnak a tűzoltókról, tűzoltóságról. A rajzok szinte mindegyike a mentésről, a baj elhárításáról szólt. A rajzlapokon visszatérő jópofa történet a helyi tűzoltóság nem kis örömére az aszfalton is újra megjelent. Mindig visszatérő történet, ez a tűzoltó megmenti a macskát a fáról, ezt nagyon sokszor tapasztaljuk. Ez a való életben, hál' Istennek, most már nem feltétlenül így van, de ez valahogy mindig így a gyerekekben él, hogy mi azért vagyunk, hogy a macskát megmentsük a fáról. Ezzel nagyon sokat mosolyogtunk mi is. A feladat csapatmunkát követelt meg a gyerekektől, mindenki a maga ötletét jelenítette meg, ami szinte garantálta az egyes csapatmunkák sokszínűségét, megnehezítve ezzel a szakértőkből álló zsűri dolgát. Előbb az óvisok között hirdettek végeredményt. Kizi Zsófiát, Janász Györgyöt, Egerszegi Elizát és Burger Bencét! Gratulálunk! Az általános iskolások versenyében a győztes 4 fős csapat 2 fiúból és 2 lányból állt, valamennyien rajzszakkörösök már. És volt már közös munkájuk is ezt megelőzően. Erdőtüzet próbáltuk csinálni, arra gondoltuk, hogy az állatok menekülnek, fák kidőlve, ég. Megrajzoltátok ezt esetleg otthon rajzlapon is, hogy majd itt mit fogtak? Nem. Összeterveztük, anyukáink összebeszéltek meg mi is, és akkor úgy. Mondták, az osztályba. Ki mit rajzolt? Te mit rajzoltál? Én a helikoptert rajzoltam, meg a tüzet. Én a tűzoltóautót. Igen. Én az állatokat, a larával, meg a fákat, mi együtt dolgoztunk. Én is az állatokat, a fákat, a madarakat, a napot, a felhőt. Az eseményen részt vett és a diátadásban segítkezett Balázs Gábor, Tolna megye katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, és Bozsolik Robert bátaszék polgármestere. A településvezető fontosnak tartotta elmondani, az önkormányzat a maga lehetőségei közepette már hosszabb távon maximálisan segítette a helyi tűzoltóságot abban, hogy a 21. századi követelményeknek megfeleljenek. És ami örömmel tölti el a polgármestert, az mindenképpen az önkéntes tűzoltók számában, harckészültségében, az utánpótlás biztosításában, a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság értékelése alapján is, megyei, illetve régiós viszonylatban a jobbak közé tartozik Bátaszék.
S hogy a távolabbi jövőben is így legyen, ehhez tette hozzá a településvezető, ezek az események is feltétlenül hozzájárulnak. Már híres versünk is van, hiszen tűzoltó leszek és katona vagy vadakat terülő juhász. Tehát egy gyerek fantáziájában a tűzoltó feladat az mindig ott van. Van, akinek sikerül ezt az álmát beteljesíteni, van, akinek nem. De mindenképpen fontos, hogy ismerjék, és ha ezekből a gyerekekből csak néhány lesz olyan, aki esetleg komolyan gondolja, és beszáll a bátaszéki önkéntes vagy önkormányzati tűzoltóság munkájába, és segíti a bátaszékieket abban a pillanatban, amikor baj van, akkor már elértük a célunkat. Már nem csak a bátaszékiek, hanem a környékbeliek biztonságán is őrködik a bátaszéki parancsnokság. Mindig olyan káresetekbe futottunk bele, legyen szó akár egy tűzről, akár egy gépjármű balesetről, amit a helyi erőkkel meg tudtunk oldani. Hál' Istennek most már együttműködési megállapodást kötöttünk nem csak Bátaszékkel, ugye az önkéntes tűzoltó egyesület kapcsán, hanem a környékbeli településekkel is, és most már azt tudom mondani, hogy 5 településre 2 gépjármű fecskendővel tudunk vonulni, nem pedig egyel. Eszközök, felszerelések, berendezések terén már semmiben sem szenved hiányt a bátaszéki tűzoltóság, mondta érdeklődésünkre a parancsnok. A gépjármű parkunk az most rendben van, illetve pályázati úton rengeteg új tűzoltó szakfelszerelést nyertünk. Mi az, ami esetleg kellene, hiányzik, de a realitás az, hogy kivárjuk a sorunkat vele? Jelen pillanatban a bevetési ruhákkal vagyunk úgy, illetve a bevetési csizmákkal, tehát egyéni védőeszközökkel, amire még egy picikét várni kell, de ha jól tudom, akkor decemberben azok is rendelkezésre fognak állni. Szerencsére csökkenő tendenciát mutatnak a tavalyi évhez képest a bátaszék, illetve környékbeli tűzesetek. Az idén 80-nál járnak. Az országosan is jellemző téves riasztások száma Bátaszéken is emelkedő tendenciát mutat. A bátaszékiek kedvelt pihenőhelye a Molyhos-tölgy ismét népszerűvé vált. 2015-ben Magyarországon lett az évfája, majd 2016-ban az Európai Évfája díj után egy közösségi szavazás eredményeként 1800 szavazattal idén Tolna megye legnépszerűbb kiránduló helyévé választották. Ez egy újabb visszacsatolás arról, hogy ez egy olyan természeti érték, amelyet nem csak a bátaszékiek, hanem a Tolna megyeiek is szeretnek, mert ez az 1800 szavazat, ez nem gondolom, hogy csak bátaszékiek részéről érkezett meg ennek a versenynek a kapcsán. És fontos, mert ilyen értelemben a város turisztikai szempontból mindig egy kicsit előtérbe tud kerülni. Vigyázni is fogunk erre az értékünkre, hiszen Bátaszék egyik jelképévé vált az elmúlt esztendőkben. Zsíbvásár tartottak a bátaszéki piactéren. A helyieknek most először nyílott lehetőségük arra, hogy pénzért cserébe szabaduljanak meg az otthon már nem használt tárgyaiktól. A bátaszékiek otthon már nem használt, de még jó állapotú használati tárgyaival telt meg a helyi piactér szombaton. Nem véletlenül, hiszen a városban első alkalommal szerveztek bolhapiacot, a zsibvására pedig szép számmal érkeztek is önjelölt árusok. Úgy nézett ki a válogatásra inkább, hogy már ilyen régi cuccok el voltak pakolva a zsákokba, és akkor gondoltam, kihozom őket, és akkor az ilyen jobb állapotú dolgokat hoztam ki inkább. Milyen érzés ez ilyenkor? Én tudom, hogy azért egy nőnek nagyon fontos tárgyak a ruhái. Amúgy én örültem, hogy megszabadultam ezektől a ruháktól, mert tényleg zsákban voltak a spájzban, úgyhogy jó volt, hogy kihozhattam meg, hogy ugye nincsen helypénz, úgyhogy király. A zsibvásár úgy tűnt arra is megfelelő alkalmat kínált, hogy a szorgos helyiek a rokonok már nem használt eszközeit is alaposan átnézzék, hogy aztán egy kis szerencsével pénzé is tegyék azokat. A mamától hoztunk, a nenától, meg tőlünk hoztunk téli, illetve nyári ruhákat, meg ilyen, hát ezeket az öreg porcelán díszeket. Egészen kreatív, otthon készített termékek is keresték az új gazdáikat. Volt, aki igazi, újrahasznosított kézműves portékákat kínált eladásra. Édesanyám 90 éves, és ezzel doppingolja magát. Mik ezek pontosan? Hogy készülnek? Ezek újrahasznosított anyagok, ezek különböző zsákokból van, mindenféle műanyagból. Például az a kis táska, az palenkából, belenkázacskókból. Járnak egyébként máshova is zsibvásárokra? Nem. Most csak úgy, hogy ez az alkalom adódott, így gondoltuk, hogy hát ha anyukámat egy kicsit lelkesíteni tudjuk, hogy eljövünk a piacra vele.
Vevők is szép számmal érkeztek az első bátaszéki bolhapiacra. Nem volt könnyű dolguk az eladóknak, ugyanis többen közülük rutinos vásárbajároknak számítanak, így aztán az alkudozás sem ma kezdték. Mi Mórahalomra járunk végül is. De Szegeden voltunk, Dorozsmán voltunk, ott is ugyanígy vásárokban. És mi az, amit ilyenkor keresnek? Ilyenkor az ember célzottan keres, vagy meglát valamit, hogy néz? Mi csak elmegyünk nézelődni, és hogyha olyan valami megtetszik, akkor megvesszük. Itt a táska is. Csak véletlenül. Most ezt a táskát véletlenül megláttam, és akkor ez nagyon megtetszett, és megvettem. Akkor ez már itteni szerzemény. Itteni szerzemény, az első szerzemény. Igen. A legtöbben most megunt ruhaneműket próbáltak eladni, voltak viszont, akik ragaszkodtak az igazi zsívvásáros standhoz, és nem voltak restek autóra szerelhető vadrácsot, régi írógépet vagy éppen gyerekjátékokat kínálni. Főleg bútorokat, és akkor olyan termékek, amivel ezek a tökök, amiket termesztettem, de főleg a bútor. Úgyhogy ezek. De honnan gyűlnek ilyenkor össze? Honnan? Családba el lett adva egy-két ingatlan, és akkor így megmaradtak dolgok. Jár egyébként máshova is, gondolom. Nem megy. És mit szól ahhoz, hogy Bátaszéken van egy ilyen lehetőség? Megpróbáljuk, lehet, ha jó lesz. Ha nem is tudok semmit eladni, legalább tudják, hogy hol lehet esetleg találni ilyesmit. Bátaszéken most először volt lehetőségük a helyieknek arról, hogy zsívvásár keretében adják tovább a számukra már kevésbé értékes vagy éppen hasznos tárgyaikat. Az ötlet a város más rendezvényeinek szervezéséért is felelős Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft. Munkatársaitól származott. A Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft. Munkatársainak a fejéből pattant ki ez a dolog és a lehetőség vagy elképzelés, hogy miért nem csinálunk egy zsívvásárt, amelyiknek az a lényege, hogy a bátaszékieknél otthon fölhalmozódott használt holmikat, legyen az gyermekruha, bármilyen használati cikk, dísztárgy, műszaki áru, vagy akár dísznövény, kihozhassák és egy ilyen zsívvásár keretén belül mondjuk árulhassák. Az az igazság, egy kicsikét a szervezésnél tartottam attól, hogy mindenféle engedélyt be kell szerezni, de miután megérdeklődtük az önkormányzatnál, illetve a NAV-nál, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy ez a zsibvásár vagy bolhapiac létrejöhessen, és mondták, hogy tulajdonképpen semmit, akkor megnyugodtunk és újult erővel vágtunk bele a szervezésbe, és hatalmas érdeklődés fogadta. Az elmúlt hetekben is többen telefonáltak, hogy akkor jöhetnek-e és milyen feltételekkel. Tulajdonképpen túl sok feltétel nem volt, csak annyit kértünk tőlük, hogy a saját holmiaikat, a használt dolgaikat hozzák ki, hát ha mondjuk gazdára lel vagy új gazdát talál. A város vezetése első hallásra a zsívvásár ötlete mellé állt, így támogatva az újszerű és hasznos kezdeményezést. A szervezők Csötönyi Lacék találták ki, hogy jó lenne egy olyan közösségi rendezvényt létrehozni, ami amellett, hogy egy közösségi élményt ad, egy kicsit hasznos is, hiszen az a zsívvásár pont arra jó, hogy mindenki otthon egy kicsit átnézze a háztartásában lévő olyan holmikat, eszközöket, amelyek még kimondottan jó állapotban vannak, használni lehet, csak hát mondjuk éppenséggel a családban már nem használható, kinőtték, vagy bármilyen szempontból funkciót vesztette. És úgy gondolom, egy ilyen rendezvény tényleg ezt a két célt tudja szolgálni. Kicsit hasznos, és közben meg el lehet kicsit beszélgetni, ismerősökkel találkozni. Kettő az egyben rendezvény, ha azt lehet mondani. Mi abban a pillanatban, hogy a Laci ezt felvetett, hogy szeretné megszervezni, de mondtuk, hogy ez egy igen jó kezdeményezés, hiszen Bátaszéken még erre nem volt példa, és hát remélem, hogy a bátaszékiek szeretni fogják, és ebből hagyományt tudunk. Mondjuk évente két alkalom, egy ilyen tavaszi-őszi időpontban itt megtartani majd Bátaszéken. A bátaszékieknek kora estig volt lehetőségük arra, hogy vegyenek és eladjanak otthon már nem használt, vagy éppen otthonról hiányzó használt termékeket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!